A T2 nézzük az új HTC Double Charge, ami megjelent itt most már Németországban, 79 euróért majd tudjuk megvenni ezt a szép kis készléket 22,5 wattórával, és hogy látjátok, micro USB-n simán fel tudjuk tölteni, és talán majd USB-n ki tudja adni az áramot, vagyis itt ahogy simán, hogy már a Samsung-nál is tudjuk használni, egy kábelet tudjuk igazából mindenre használni, mire akarjuk. Hogyha még pontosan akarjuk olvasni, hogy mennyi áramot ad ki, akkor itt csak az alját kell megnézni, itt rá van írva, hogy 1 ampert tud akár kiadni, és 1 amper persze bele is tud menni 5 voltnál, így sajnos nem 2 ampert tud kiadni, ami kár, miközben néhány táblagépnek akár annyi is kéne, és nem csak Double Charge-nak hívják, hanem BBG600-nak is. Látjátok, nagyon szép a dizájnja, de azért 20 000 forintot nem adnék egy ilyen kis külső aksért, mert fel annyit akár kapható Samsungtól is egy, ami 33 wattórás, nem csak 22, de persze dizájnban elég szép kis gumis felület az egész, nagyon kellemes, és tényleg ez a piros és fekete nagyon jól illik össze, és hogyha megnyomjuk a gombot, akkor nem is tudom, hogy mi történik, gondolom be lehet kalahogy kapcsolni, de ledet még nem nagyon láttam rajta, úgyhogy még azt sem tudjuk megtudni, hogy igazából mennyi áram van benne, ennyi pénzért, úgyhogy az egy kicsit kár. Köszönöm, néztetek a T2-nél, nevem volt Gábalás, most éppen Hamburgból, ez volt a HTC Double Charge, egy rövid